elérte a legnagyobb magasságot a leendő rehabilitációs központ épülete. Kezdődhet a tetőszerkezet építése. Játszótereket és parkokat szépítenek. Kertváros teszik rendbe a diákmunkások. Jól haladnak a hullámfürdő felújítással. Ha minden rendben lesz, augusztus 1-én nyit a strand. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják július 15-én kedden. Tartsanak velünk! Elkészült a Pécsi Tudományegyetem Rehabilitációs Központ épületének szerkezete. Ezért bokrétalvatással ünnepelt a város, az egyetem és a kivitelező. A PTE összesen 850 millió forintos beruházása ezzel fontos állomásához érkezett. A leendő központban az idegrendszeri károsodások rehabilitációja, valamint a szív- és tüdőgyógyászati betegek ambuláns rehabilitációja történik majd. Az épület falai elérték a legnagyobb magasságot, ezért a hagyomány szerint most bokrétát avatnak. A PTE építkezésének kivitelezését végző cég vállalta, hogy a leendő rehabilitációs központ épületét 16 hónapon belül megépíti. Ezért 2015 elejére elkészülhet a klinikai központ csaknem 1600 négyzetméteres rehabilitációs központja, mely az ideklinika Rét utca épület tömbjének szomszédságában áll. Korábban elszeparáltan egy-egy egészségügyi intézményben volt lehetőség kisebb rehabilitációkra, a komolyabb eseteket pedig Szigetvárra, illetve Budapestre szállították utógondozásra. Ennek a rehabilitációs központnak az az egyik jelentősége, hogy több mindent lehet majd egy helyen utókezelni, mondja Bódis József rektor. Azok a rehabilitációs funkciók, amelyek elsősorban ideg, pszichiátria, idegsebészet, ide, de kardiológia is ugye elhangzott bekerül, azok egy helyen, egy kiképzett, hozzáértő személyzet által vezérelve tud a jövőben folyni, ami nem csak betegellátást és szintra rehabilitációt jelent, hanem nagyon komoly, úgynevezett klinikai kutatási tevékenységnek a bázisa is tud lenni. Öröm a városnak, hogy Pécs adhat otthont ennek az egészségügyi központnak. Kevés város büszkélkedhet olyan széleskörű és minőségű egészségügyi ellátórendszerrel, mint Pécs. Ezzel az intézménnyel a rehabilitációs ellátások is gazdagodnak, mondja Girán János kabinetfőnök. Az is egy nagyon fontos helyzet, hogy maga az infrastruktúra egy komoly regionális szakmai és civil szervezetek által történt összefogással valósult meg, és azt gondolom elismerés Pécs számára, hogy a megvalósulás helyszíne az Pécs lehet, hiszen ezzel is a pécsi szellemi kapacitást, az itt meglévő értékeket ismerik el a beruházók és az összefogás tagjai. Ambuláns rehabilitáció szakrendelők, a betegek egészséges életmódra történő oktatását szolgáló oktatóközösségi terek, valamint két tornaterem, melyek a betegek rehabilitációt szolgálják majd. Összesen 25 fekvőbeteg ágy kerül elhelyezésre, 1, 2 és 4 ágyas komfortos fürdőszobás betegszobákban. Ítélkezési szünet lesz a pécsi törvényszéken és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokon, valamint a pécsi közigazgatási és munkaügyi bíróságon. A tárgyalásmentes időszak, vagyis az ítélkezési szünet július 16-ától augusztus 10-ig tart. Ezen időszak alatt azonban panasznapot tartanak. Ezt a feladatot Baranya megyében valamennyi járásbíróság és a közigazgatási és munkaügyi bíróság helyett a pécsi járásbíróság látja el. Panaszt tenni pénteki napokon július 18-án, 25-én, augusztus 1-én, 8-án és 15-én lehet 9 és 15 óra között. Az ügyfélfogadási idő a járásbíróságokon a szokásos rendben, míg a pécsi törvényszéken minden nap 9-től 11 óráig tart. László János professzor a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézetének egyetemi tanára Jean-Paul Codol-díjat vehetett át az Európai Szociálpszichológia Fejlődését szolgáló tevékenységért, adta hírül a Pécsi Tudományegyetem. A díjat az Európai Szociálpszichológiai Társaság adományozza az arra érdemeseknek. László János főkutatási területe a narratív pszichológia és a szociálpszichológia. A professzornak összesen több mint 400 publikáció jelent meg. Oktatott Dániában, Kanadában és Olaszországban is. Több tudományos ösztöndíjban részesült 2006-ban. Az év kiemelkedő szellemi alkotása díjjal és a Kardos Lajos emlékéremmel ismerték el munkáját.
már túl vannak a munkálatok felén. Két kültéri medencéjének teljes felújítása után nyit majd újra a hullámfürdő strandja. A külső medencék az évtizedek alatt előregettek, elveszítették víztartó képességüket, így a biztonságos használat érdekében elengedhetetlenné vált a szerkezeti részeket is érintő teljes felújításuk. A 33-as medence burkolása kész állapotban van. Ezt nem csempe, hanem fólia fogja borítani. Ezzel néhány napon belül végeznek a szakemberek. A strand nevét adó hullámmedencét újra betonozzák már. Új vízzáró réteget kap, és a burkoló csempék nagy része is fönt van már. A munkálatok összköltsége 50 milliós nagyságrendű. Ezzel párhuzamosan a medencék mellett is, ahol most állunk éppen ezen a helyen, új térburkolatokat is kap a terület. Sok helyen vissza lett bontva a beton, tehát egy kicsit nagyobb lesz a füves terület, kicsit zöldebb lesz a hullámfürdő. A térburkolatok mellett körbe a medencéknek a taposói megújulnak, a zuhanyzók megújulnak, tehát egy kis gépészeti javítás is lesz benne. Jelen állás szerint időarányosan jól áll a munkálat, tehát én azt gondolom, hogy ha minden jól megy, azért el nekiabáljuk, az időjárás sem jön közbe, akkor nem lehet akadálya az augusztus 1-i tervezett nyitásnak. Újabb prostikat kapcsoltak le a Komlói úton. Egy 22 éves és egy 28 éves nőt vontak intézkedés alá járőrök telefonos bejelentést követően. A két nő autósokat stoppolt le, akiknek szexuális szolgáltatásaikat kínálták anyagi ellenszolgáltatásért. Az igazoltatást követően a gyárvárosi rendőrse előállították őket, mivel a prostitúciós tevékenységet végzők számára kötelezően előírt érvényes orvosi engedéllyel nem rendelkeztek. A pécsi rendőrkapitányság tiltott prostitúció szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt mindkét nőt szabálysértési őrizetbe vette. A forgalmas a főútvonalak mentén további fokozott és visszatérő rendőri jelenlétre számíthatnak a szabálytalankodók. Jelentősen megszaporodott az utóbbi időben a trükkös lopások száma Pécset, különösen az uránvárosi tömbházak környékén, írja a Pécs Ma. Az elkövetők lakásonként esetenként több tízezer forintot vagy ékszereket lopnak úgy, hogy legtöbbször közüzemi szolgáltatók embereinek adják ki magukat. Olyannyira komoly a probléma, hogy a rendőrök a lépcsőházakban elhelyezett plakátokkal figyelmeztetnek a trükkös tolvajokra. A Tetyeforrásház, a Biokom és az EON is jelezte már, hogy nevükkel visszaélve próbálkoznak a bűnözők. Mindegyik cégnél azt mondták, hogy nem visznek pénzt házhoz, és nem így rendezik a tartozásokat. Emellett minden munkatársuknak fényképes sorszámozott igazolványuk van. Legtöbbször egyébként csak óra leolvasás miatt kopogtatnak. 300 diák kezdte meg a nyári munkát július 1-jével Pécset. Az országos programot a Nemzetgazdasági Minisztérium hirdette meg. Ennek keretében 16-25 év közötti fiatalok kaphatnak a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél munkalehetőséget. Nincsen János körtér, és akkor ott nincsen úgy Minden reggel megkapják a térképet a diákok, és annak alapján látnak neki a munkának. Ők a kertvárosi játszótereket és közterületeket teszik rendbe, gazolnak és homokozótásnak gerebjéznek. Hivatalosan a munkakörünk az ilyen takarítókarban tartóként van megnevezve. Minden nap kiosztják a munkaköröket, hogy ki hova megy, ilyen 5-6 fős csoportok vagyunk szétdobálva, megkapjuk reggel a szerszámokat, és akkor mindenki kap egy területet, és azt aznap be kell fejezni. Hát ki kell gazolni, vagy ha van homokozó játszótér, akkor azt felásni, gerebjézni, és hát rendbe tenni azt, ami ki van asztal. Az önkormányzat 21 napos szerződést kötött a fiatalokkal, amit később akár meg is hosszabbíthatnak. Vannak, akik már tavaly is dolgoztak nyáron. Én itt általában ásni szoktam, az ami legegyszerűbb szerintem. Meg hát, hogyha összeszedjük a gazot a zsákokba, akkor azt elviszem. A program keretein belül karbantartó, takarító, iratrendező, adminisztrátor, gyermekfelügyelő és kérdező biztosi munkakörben tudnak elhelyezkedni a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos pécsi fiatalok nyáron. Az önkormányzat és intézményei általában egy hónapig foglalkoztatják őket, ezzel közel 60 ezer forintot kereshetnek. Az imént látott témában mai vendégünk Mór Eszter, a Népjólét és Sportbizottság elnöke. Szeretettel köszöntöm itt a Pontma stúdiójában. Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Milyen típusú munkákat kaphatnak ezek a 16-25 év közötti fiatalok?
Hát alapvetően a legfontosabb munkaterületünk az a közterületeken zajlik, hiszen a játszótereket és homokozókat tűztük ki célul, hogy rendbe tesszük, hiszen a nyári időszakban a gyerekek ezt fokozottabban használják, és évközben erre nincs akkora kapacitás, illetve a nyári diákmunkásoknak ez kicsit testhez álló feladat is, hiszen a gaz a nyári időszakban nagyon nő a játszótereken, illetve a homokozókat fel kell frissíteni, felásózni, illetve homokcserét végrehajtani. Ezen a héten a lakosság a kertvárosi játszótereken, parkokban találkozhat a diákjainkkal, a jövő héten pedig az urámvárosi városrészben tesszük majd ugyanezt. Emellett ugye egyéb kiegészítő feladatokban is részt veszünk, kisebb-nagyobb létszámokkal. Egyrészt a nyári időszakban a hivatalban is elkér a segítség, és több mint 50-en a hivatali egységekben dolgoznak adminisztrációs feladatkörökben, valamint a tükebusz feladat ellátásában számláló biztosként is végeznek munkafeladatokat a diákjaink. Napi hány órában dolgozhatnak, és mennyi a keresetük? A tavalyihoz képest változás, hiszen idejében napi 6 órás munkaidőben dolgozhatnak a diákok, 3 hetes ciklusokban tudjuk őket foglalkoztatni. Ennek megfelelően a 75.500 forintos bruttó bérnek az időarányos részét kapják, tehát olyan 53.000 pár száz forintot bruttóban, ez 40 pár ezer forint nettót jelent, hiszen ez rendes szolgálati idő alapjául szolgáló jogviszony, munkajogviszony, munkaszerződést kötünk a diákokkal, ennek megfelelően az adó és a járulékteherőket is már viseli, tehát itt is már kicsit szoknak a felnőtt élethez, viszont azt gondolom, hogy a 3 hetes, 6 órás munkában ez a jövedelem is igen jónak mondható, más lehetőségekkel ennél kevesebbet lehet azért jellemzően keresni. Milyen feltételnek kell megfelelni egy jelentkezőnek ahhoz, hogy munkát kaphassunk, vagy az számít mindössze az érkezési sorrend? Igen, 3 alapvető feltétel van. Egyrészt, hogy nappali tagozatos vagy esti rendszerű diák, esti levelező, esti rendszerű diák hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen az illető, hiszen a levelező tagozatosokat nem tudjuk fogadni. Emellett életkori határ is van, 16 évtől 25 évig lehet jelentkezni emellett a feltétel mellett. Továbbá ugye szükséges, hogy a diák akarjon dolgozni a nyári tanítási szorgalmi időszünet alatt, valamint a munkaügyi központ illetékes kirendeltségén regisztrálni is kell ezt a célt. Ezt követően az önkormányzatnál köttetik meg a munkaszerződés, és tudjuk biztosítani a foglalkoztatást. Ugye tavaly indult ez a lehetőség, valószínű, hogy sikerrel zárult, hiszen idén másodszor van lehetőségen önkormányzati helyeken dolgozni a fiataloknak. Mennyivel vannak többen, mint tavaly? Nagyobb az érdeklődés, tehát látszik, hogy tavaly már volt indulóként ez a program, hiszen sokkal nagyobb körben terjedt már el a híre, és idei évben emiatt is a 8 óráról 6 órára csökkent a foglalkoztatás, de azt gondolom, ez szakmailag is indokolt volt, a 8 órás az nem illeszthető be egy diáknak a nyári életvitelébe, úgyhogy a 6 óra az ideálisnak mondható, és a 3 hetes ciklusokkal reményeink szerint minden jelentkezőnek lehetőséget tudunk az idei évben biztosítani, akiknek a száma közel 1000 felé tart. Azt azért el kell mondani, hogy a bevezetőben hallott 300 diák az közvetlenül az önkormányzat feladatellátásában dolgozik, de emellett a cégeink is foglalkoztatnak, a Pécs Holding, a Pécsi Sport Nonprofit ZRT, illetve a Tettye Forrásház is foglalkoztat diákokat, és náluk is különböző feladatellátásokban ugyanebben a rendszerben részt tudnak venni a diákok, hallgatók. Hol jelentkezhetnek munkára? Interneten keresztül, vagy személyesen, vagy telefonon, hogy lehet? Hát július 30-ig lehet hivatalosan jelentkezni, hiszen augusztus 1 az utolsó induló foglalkoztatási ciklus, és az Zrínyi utcában a munkaügyi központ kirendeltségén kell diák munkára regisztrálni, majd ezt követően az önkormányzat foglalkoztatási irodáját kell felkeresni a munkaszerződés kötés kapcsán. Úr Eszter, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Július 1-től új kormány megbízott került a megye élére. Horváth Zoltán váltotta Hargitay Jánost, aki parlamenti mandátuma miatt nem töltheti be tovább ezt a posztot. A baranyai kormányhivatal előtt újabb átalakítások, kihívások várhatók, ugyanis újabb feladatok kerülnek át a szervezethez, mondja munkájáról az új kormány megbízott Horváth Zoltán. Ma nem a kormányhivatalokban lévő szakigazgatási szervek fognak-e és milyen módon integrálódni, erre én ma még választ nem tudok adni, valamint az is kérdés, hogy az állami fenntartásban lévő intézményi világ, legyen az oktatás, egészségügy, szociális és gyermekvédelem, gyerekjólét, annak milyen típusú kapcsolódása lesz
a kormányhivatalhoz. Fontos változás az, hogy a vidékfejlesztési forrásokat is most már a miniszterelnökség kezeli. Ez is egy eldöntendő kérdés, hogy a kormányhivatal tud-e, és ha igen, milyen szerepet vállalni ebben az új típusú tevékenységben. Híradónk végén következzenek főbb témáink, még egyszer röviden. Elérte a legnagyobb magasságot a leendő rehabilitációs központ épülete. Kezdődhet a tetőszerkezet építése. Játszótereket és parkokat szépítenek. Kertváros teszik rendbe a diákmunkások. Jól haladnak a hullámfürdő felújítással. Ha minden rendben lesz, augusztus 1-én nyit a strand. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!